Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim! Szent Jeromos emléknapján fogalmazom meg ezt az üzenetemet, arra az egyházatjára gondolva, aki egész életét Isten titkainak feltárására és azoknak közvetítésére, megismertetésére szentelte. Tudjuk róla, hogy ő az, aki lefordította a latin nyelvre a Szentírást, de ugyanakkor sok tanító írásával a keresztény élet megvalósítására is adott biztatást, útmutatást, tanítást. A Szentírás szeretetén túl arra tanít bennünket Szent Jeromos, hogy fáradhatatlanul törekedjünk Isten titkainak megismerésére és közvetítésére a világ felé. Fáradhatatlanul keressük az utakat, amelyeken keresztül az örömhír eljut a mai emberhez is. Átélve keresztény mi voltunkat, és missziós lelkülettől áthatva, hiszen október hónapja az a misszióknak is a hónapja, nekünk is tenni kell azért, hogy egyrészt mi magunk is egyre jobban meggyökerezzünk hitünkbe, másrészt pedig a gyermekeket is, a fiatalokat is el tudjuk vezetni Isten titkainak csodálatos világába. És gondolok itt nagy elődjeinkre is. Boldog Bogdánfi Szilárd püspökünkre, akinek emléknapjára készülünk. Vagy akár boldog Scheffler János püspökünkre. Vagy akár Márton Áron püspökre, akinek halálának 40. évfordulójára emlékeztünk. Ők valamennyien és velük együtt sokan mások, a megpróbáltatások és az üldöztetések idején szavakkal és saját életükkel tanítottak és bátorítottak Isten üzenetének megőrzésére és annak továbbadására. Az új időkben most nekünk feladatunk, hogy időszerűen, de megmásíthatatlanul közvetítsük Isten szeretetének üzenetét a világban minden ember felé. A mostani zavaros időkben, amikor majdnem minden az eltávolodásról és az elszigetelődésről szól, amikor a személyes tanúságtétel feltűnést kelthet, olykor megütközést, számunkra továbbra is sürgető feladatként hangzik Jézus szava, aki apostolainak mondotta, de nem csak az ő korabeli apostolaihoz szólt, hanem a mai apostolokhoz is, a mai keresztényekhez is. Ezt mondta az Úr Jézus, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot, tegyétek tanítványommá minden népet, és én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedek tapasztalatait felidézve segítséget kaphatunk tanítói, nevelői, azaz evangelizációs munkánk felvállalásához és teljesítéséhez. Elmúlt évtizedek. Gondolok itt az 1989-es fordulat utáni időkre, amikor hitünk megélésében és továbbadásában egy új szakasz kezdődött. Új lehetőségek felismerése, új eszközök kidolgozása, új utak kiépítése vezetett oda, hogy immár 3 évtizede Isten üzenetével ismét szabadon ott lehetünk a társadalmi élet minden struktúrájában. Ott lehetünk Isten üzenetével az iskolákban, a kórházakban, a tereken. Ott lehetünk Isten üzenetével, ahol a nagy közösség, a nagy közönség élete bontakozik ki nap mint nap. Az iskolai jelenlét, azaz az iskolai hitoktatás kezdetétől indulva, amikor még nem voltak hitoktatók, kiképzett hitoktatók, amikor még nem voltak hittankönyvek, amikor még nem volt kánoni megbizatás. Folytatva aztán azokkal az évekkel, amikor
elkezdődött a hittantanárok kiképzése, az iskolai hitoktatásnak a megszervezése, a struktúrák kialakítása, és egészen napjainkig, a mostani tapasztalatokig, élményekig, mindezeket így felidézve, egyrészt elismerést érezhetünk azokkal szemben, akik a kezdetekben apostolok módjára bátran mertek lépni, és az iskolákban az emberek elé álltak, imádkoztak és beszéltek Istenről, az ő szeretetéről és jóságáról irántunk. De ugyanakkor ezek az emlékek felbátorítanak bennünket arra is, hogy ne csüggedjünk el a mostani megpróbáltatások előtt, hanem megerősödve a jelen körülmények közepette is újszerűen vigyük az emberekhez Istennek örök érvényű igéjét. Ezen anyaggyűjtemény, amely ezen a digitális felületen, a hittan.ro oldalon kerül bemutatásra. Ez az anyaggyűjtemény tovább gazdagodhat azok beszámolójával, akik lelkipásztorként vagy hitoktatónként tettek azért, hogy a hitre való vezetés szent feladata által sokan megismerkedhessenek az életet tápláló örök igazságokkal. De azok beszámolói is értékesek lesznek és maradnak, akik lelkipásztoraik és hitoktatóik odafigyelésének köszönhetően a hit szépségének és erejének forrásaihoz jutottak. Nagyon örülnék, ha egyházmegyéinkből minél több beszámoló és tanúságtétel jelenne meg ezen a platformon, ezen a digitális felületen. Bátorítást jelenthet abban, hogy az áldozatvállalás mindig meghozza a gyümölcsét, mert Isten mindig megáldja az őt keresőket. Isten mindig megáldja a követőit.